Nem először tartott szezonindító sajtótájékoztatót a második számú nyíregyházi férfi kosárlabda csapat, viszont fennállása során először szerepel majd a harmadosztálynak számító NB1B zöld csoportban a Nyikse. Az osztályváltás július végén vált biztossá, azóta a szükséges feltételek megteremtésén dolgozott az egyesület vezetése. Egyrészt ugye egy sokkal magasabb költségvetést kellett összeraknunk, másrészt biztonságtechnikailag is meg kellett felelnünk magának a teremnek, a körülményeket, a lebonyolítás módját, ezeket mind-mind, illetve ami egy nagyon lényeges változás, hogy U20-as csapatot is kellett indítani, és nyilván a felnőtt csapatban is folyamatosan egy U20-as korosztályú játékost a pályán tartani. Ezek azt gondolom, hogy lényegi különbségek és változások voltak. A keret a legutóbbi szezonban is szereplő játékosokra épül. Fontos volt, hogy minél több nyíregyházi vagy nyíregyházi kötődési kosaras legyen a csapatban. Ilyen a Debrecenből visszatérő Kuruc Ádám és a Szolnokról a Nyíregyházi Egyetemre érkező Verba Szabolcs, de a kongói Misé Kabungu is egyetemistaként érkezett a megyeszékhelyre. Kovács Tibor részt vett a keret kialakításában, a jövőben pedig hátrébb lépve szakmai vezetőként segíti majd Bráne Szavics vezetőedző és Balogh Balázs másodedző munkáját. Én maximális megtiszteltetésnek veszem ezt a feladatot. Eljön az az idő egy edző és egy játékos életében is, jelen esetben az életemben, hogy amikor azt a fajta tapasztalatot, amit jó néhány évtized alatt vagy év alatt szereztem, azt át kell adnom, illetve az a fajta segítségnyújtás, amikor egy fiatal szakembereknek át kell adni azt a fajta lehetőséget, meg azt a fajta tapasztalatot, hogy az ő karrierjük is elinduljon, és amennyire tudom, én is ezen az úton fogom a továbbiakban segíteni az ő munkájukat. Én azt gondolom, Bráninak és Balázsnak ez a fajta munka maximálisan testhez álló, és az a fajta tapasztalat, amivel Bráne rendelkezik, az nagyon kell a csapatnak. Bráne Szavics a 8-7-es felkészülés és a 4 edzőmeccs alapján elégedett a csapattal, amelytől megalkuvás nélküli játékot vár a pályán. Előtt oltozó be a beszélés, én mindig mondtam, srácok, egész hét dolgoztunk, mindenki tudja a taktikális, mit kell csinálni. Rákjön össze minden 100% energia, harcolás. Ha másik csapat jobb lesz, akkor gratulálunk, menjünk utána hétfő jövő edzés, még jobban kell dolgozni, hibajavítás és nem vége a világ. Minden, ez ami volt, meccs úgyis ha nyerünk, vagy kikaptunk, ez volt. Ez már következő meccs kell nézni. A keret legrutinosabb játékosa a csapatkapitány Asztalos István, aki bízik a jó szereplésben. Jó érzések vannak bennem, izgatottság, egy egészséges izgatottság. Én örülök neki, hogy sikerült a feljutás. Ugye ez már nekem a második. Nagyon várom, a csapat is nagyon várja, sokat dolgoztunk érte, nagyon sok dicséretet kaptunk a 4-es döntő után, több szakember is és ismerős is mondta, hogy bőven megállnánk egy, sőt még a kelet két osztállyal is, ugye a csapat nem nagyon változott, a csapat magja együtt maradt, jöttek egy pár új játékos, de ez ugye minden csapatnál szükséges szerintem, én úgy gondolom, hogy meg fogjuk állni a helyünket. A Nyikse a nyitófordulóban a vásárhelyi kosársuli csapatát fogadja. A mérkőzés pénteken 19 órakor kezdődik a Bánki csarnokában.